Annyiregyházi Krúdi Gyula gimnázium már 5 éve folyamatosan részt vesz a Magyar Honvédség által rendezett országos haditorna versenyen. A középiskola diákjai pedig minden alkalommal nagy érdeklődést mutattak az esemény iránt. Ebből kiindulva az intézmény egyik testnevelés tanára, Takács Sándor kidolgozott egy programot, amely által a Magyar Honvédséggel együttműködve beépítik a gimnázium oktatásába honvédelmi nevelés egyes elemeit. A programnak a lényege két részből tevődik össze, egyik egy párhuzamos oktatás, ami azt jelenti, hogy a tanmenet szerinti tanulás folyamat mellett szeretnénk becsempészni a honvédelmi nevelés egyes gyakorlati elemeit. Egy ilyen gyakorlati elem lehet például egy kétkezes váltófutás oktatása, a váltóbot helyett most egy fegyveres váltásra gondolunk. Egy alternatív sportolási lehetőség, mondjuk a közelharc. A közelharcot mondjuk egy páros küzdelem, katonai páros küzdelemre tudjuk átvinni. Mondhatnék számos példákat még ilyen jellegű gyakorlatokra, tehát ez végigkísérni az egész tanmenetet, a lehetőséget, illetve a másik lehetőség, másik területe, amikor is az egész iskola vonatkozásában valósulhatna meg ez a elképzelés, maga ez a program, hisz a pályaorientáció, a továbbtanulás, a közösségi szolgálatnak az 50 órás teljesítése, a hadisírgondozás, a nyári táboroknak a lehetősége, a kadettképzés, a gyerekeknek a teljes felkészültségét segítő egyéb olyan rendezvények, nem beszélve az osztályfőnöki óráknak a lehetőségéről. Amíg alakulóban lévő új nemzeti alaptanterv a következő évtől kimondott célként tűzte ki a hazafias nevelést a közoktatásban, a Krúdi Gyula gimnázium mindezt megelőzve már is gyakorlati szintre léptette ezt intézményében, hangzott el a programot ismertető sajtótájékoztatón. A Magyar Honvédség részéről Kertész József százados úgy fogalmazott, a Nyíregyházi iskolában egy remek partnerre találtak. Katonaként büszkék vagyunk rá, hogy az ország top 10-es gimnáziuma közül a Krúdi Gyula gimnázium lehet az, ahol először meginduljunk és kipróbáljuk ezeket a polgár és katonai segítségnyújtási formákat, illetve minél szélesebb körben lehetőséget kapjunk arra, hogy ne csak adott esetben a diákokat, hanem a szülőket is egy szélesebb körben tájékoztathassuk arról, hogy milyen munkavállalási lehetőségek, vagy milyen szolgálati formák állnak rendelkezésre a Magyar Honvédség keretein belül. A százados hozzátette, a megállapodás nem azt jelenti, hogy a Krúdi Gyula gimnázium a jövőben katonai iskolaként üzemel. A cél az volt, hogy alkalmat biztosítsanak a diákok számára a honvédelmi lehetőségek megismerésére és megkedvelésére.